Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Megkezdődtek a közlekedésfejlesztési projekt kivitelezési munkái. Elsőként a gyalogos átkelőhelyeket alakítják ki a kivitelezők, tudtuk meg az egyik helyszínen. Unger Tamás alpolgármester hangsúlyozta, a pályázati kiírás szerint a közlekedés biztonság erősítését célzó fejlesztések kerülhettek be a projektbe, az önkormányzat pályázatának minden eleme ilyen beruházás. 500 millió forintot nyert el az önkormányzat a TOP első körében a fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című projekt végrehajtására. Topos projektek között a közlekedés biztonságfejlesztés a kiemelt cél. Például ezért nem lehetett utakra vagy járdákra pályázni, tehát azért ez fontos leszögezni, hogy amikor a pályázatokat meghirdették, akkor ez volt a legfontosabb cél, és amikor mi ezekről tudomást szereztünk, akkor természetesen nekünk is az egyik legfontosabb és kiemelt cél volt, hogy a közlekedés biztonságot fejlesszük. Elsősorban a gyalogos és a kerékpáros biztonságról beszélünk, de cél volt az is, hogy az autók számára, az autós közlekedés számára a város kritikus helyein olyan közlekedés biztonságot vagy rendet, gyorsaságot biztosítsunk, ami már megfelel azért az elvárásoknak. A projekt keretében kerékpárutat építenek és újítanak fel, kerékpáros nyomvonalat létesítenek, lesz körforgalom lámpás kereszteződés, két településkapu, hat helyen pedig gyalogos átkelőt építenek. Ez utóbbiak kivitelezése kezdődött meg a múlt héten. Az Erkel és Munkás utca sarkán például már jól látszik az építkezés. Ebben az útkereszteződésben először is elkezdődött a világítás kiépítése, illetve a földmunkákból pedig azt lehet látni, hogy a meglevő járdáknál a leendő gyalogátkelő helyre a rávezetést készítik elő. A rávezető járda szakasz megépítése és a zebra megfelelő megvilágítása után festik majd fel az útburkolati jelet, és helyezik el a forgalomtechnikai táblákat. Ehhez az útkereszteződéshez hasonlóan az 5. utca és a Nagyváradi utca, a Batthyány utca, Sárkány utca, a Gyimóti út, Dózsa-György út, illetve a Borsod-Győr, illetve a Tapolcafői városrészekben épül ugyanilyen gyalogátkelőhely. A projekt többi elemének előkészítése is zajlik már, tudtuk meg Rádi Róberttől. Ami a körforgalom, a kerékpárutak, illetve a városkapukat illeti, ott pedig a kivitelező kiválasztásánál tartunk. Ennek a tervezett határideje, ez 2019. február vége. A most megkezdett 500 milliós projekten túl a város a TOP második körében is nyert forrást közlekedésfejlesztési beruházásra, emlékeztetett Unger Tamás alpolgármester. Vasárnap este kigyúlt az első adventi gyertya a főtéren felállított koszorún, elkezdődött a várakozás időszaka a kis Jézus eljövetelére. A gyertyafényes advent rendezvénysorozat első hétvégéjén számos fellépő szórakoztatta a nézőket a főtéren, forralt bor és kürtös kalács várta a hideg időben is jókedvű közönséget. Az iskolás csoportok, egyesületek mellett a Fortissimo zenekar és Szűcs Judit adott koncertet. December első hétvégéjén elkezdődött a karácsonyra való felkészülés. A főtéren a gyertyafényes advent programsorozattal lehetett hangolódni az ünnepre. A két nap során rengeteg fellépő szórakoztatta a közönséget, a faházakban forralt bort, kürtös kalácsot kínáltak a hideg téli időben kilátogatóknak. Szombat este többek közt a vaszari általános iskolások, Tóth Tünde énekes és a négy testvérből álló Fortissimo együttes zenélt. Nagyon-nagyon sok a koncertünk. A mai nappal indult az adventi turnénk, ami 19 koncertet foglal magában így decemberben, úgyhogy elsősorban ez számunkra ez is a zenéről szól, a zenélésről, mert nagyon szeretjük ezt a műsort, amit tényleg csak ezen időszakában lehet előadni az évnek, de persze családilag is készülnek a kis kézműves ajándékok, és december 24-én van a nagymamánk szülinapja, úgyhogy ez egy külön extra ünnep a számunkra családilag. Az első adventi hétvégére a főtér és a város utcái is fénybe borultak. Felkerültek a karácsonyi fények már nem csak a Kossuth utcára, hanem a Márton István és a Deák Ferenc utcába is. Vasárnap este Bene Gabi és a Petőfis lányok léptek fel a főtéren, majd Szűcs Judit énekesnő hozta el legismertebb dalait a pápaiaknak. Nagyon hideg van, de hát több ilyen fellépésem is lesz még idén, decemberben, úgyhogy hozzá fogok szokni. Hát próbáltam úgy összeállítani a műsort, hogy mindenkinek tessen, megfeleljen, és hát csodálatos ez a hely, úgyhogy gyönyörűen fel van itt minden díszítve, úgyhogy már olyan karácsonyi hangulatot ad, hogy a szívem megtelik
mély érzelmekkel. A főtéri Betlehemet és koszorút mai József apát plébános áldotta meg, majd meg is gyújtották az első adventi gyertyát. Gála műsorral tette fel a koronát jubileumi hetére a PSC Jókai Mór közgazdasági szakgimnáziuma és kollégiuma. Az intézmény alapításának 80. évfordulóját ünnepelte, valamint több rendezvényen is kapcsolódott a Jókai emlékévhez. A gála műsorban a közgázos diákok mellett felléptek a Türös, Petőfis és Refis tanulók is a Jókai regényekből összeállított komplex előadásban. A gálán Unger Tamás alpolgármester, az intézmény egykori igazgatója köszöntötte a jubiláló iskolát, hangsúlyozva, hogy az elszántság és az elkötelezettség fémjelzi a közgáz siker történetét. Elszántság a folyamatosan javuló oktatási feltételek biztosítására, mind személyi, mind állami feltételekben. Elszántság a szűnni, soha nem akadó oktatási, szakképzési reformoknak történő maximális megfelelésben. Elkötelezettség a középfokú, később felső és emelt szintű közgazdasági, majd ügyviteli, informatikai, logisztikai elitképzés iránt, a folyamatosan minőségközpontú működés, ugyanakkor a megfelelő közösségnevelés iránt. Berta Ildikó tagintézményvezető elmondta, hogy a jubileumi rendezvénnyel az elődökhöz méltó módon kívántak ünnepelni, így a gálán nem a versenyen volt a hangsúly, hanem a közös ünneplésen. Ezt a gála estet egy hagyományteremtő szándékkal próbáljuk létrehozni, ugyanis a város intézményeinek összefogásával próbálunk erre az ünnepre készülni, nevezetesen 4 középfokú intézmény, a Református Gimnázium, a Tür Gimnázium, illetve a Petőfi Gimnázium és mi diákjaink adnak egy közös nagy műsort Jókai fényében. A Jókai emlékév kapcsán megszervezett őszi Jókai vetélkedőn minden résztvevő középiskola készült egy-egy Jókai regényből vett jelenettel. A gálán ezeket állította össze egységes műsorrá Radványi Éva tanárnő. Az én falum, az én városom. Ezzel a címmel hirdetett alkotói pályázatot a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei irodája, a Veszprém megyei önkormányzat és a Veszprém megyei értéktárbizottság. Az általános és középiskolások számára meghirdetett pályázat a Veszprém megyei értékünnep című programsorozathoz kapcsolódott. Az alkotói pályázat díjazottjait már köszöntötték a közelmúltban, a teljes anyagból pedig egy kiállítást rendeztek, melyet elsőként Pápán a Városházán mutatnak be. A tárlat megnyitót pénteken délután tartották. Az idén első alkalommal írták ki az Én falum, az én városom című alkotói pályázatot, mellyel a megye valamennyi általános és középiskoláját megszólították. Elsősorban az volt a célunk, hogy a gyerekek a saját településük értékeire figyeljenek föl, nézzenek körül úgy, minthogyha idegenek lennének, minthogyha egy kívülállónak mutatnák meg azt, ami számukra a legfontosabb vagy legérdekesebb az adott településen. Mi ezt szerettük volna elérni, és azt, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy ezen gondolkozzanak, hogy legyen ez téma. És hát úgy gondolom, hogy ezek az elképzeléseink, ezek valóra váltak. A pályázat része a Veszprém megyei értékünnep rendezvénysorozatnak, melynek Nyárádi állomásán díjazták a helyezetteket. A teljes anyagból pedig egy kiállítást raktak össze, amit Pápán tekinthetnek meg először az érdeklődők. A kiállítás megnyitón a Vajda Márta iskola növendékei adtak műsort, majd Unger Tamás alpolgármester mondott köszöntőt. Az érték egy olyan tulajdonság, ami a társadalom vagy egyén számára történő fontosságot fejezi ki. Ebben azt hiszem, hogy minden benne van. Egyéni érték, az egyén számára fontos érték, azok az értékek is, amelyeket itt mögöttem, ezeken a kiállítóhelyeken látunk. Természetesen abban a pillanatban, hogy ők ezt így bemutatták és felvállalták, és mi ezt kiállítjuk, nyugodtan mondhatjuk, hogy azonnal társadalmi értéké is vált. Az alpolgármester gratulált az alkotóknak, és reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés folytatódik a következő években is. Pap Tamás, a Veszprém megyei értéktárbizottság elnöke, azokat a pápai értékeket sorolta beszédében, melyek idén kerültek a megyei értéktárba. A kiállítás megnyitó után a megjelentek megtekintették a rajzokat, festményeket, tárgyakat, melyek a legváltozatosabb képet festik a településekről. Zámbó Zsombor, az ugodi iskola diákja, első helyezést ért el alkotásával. Minden pénteken van ilyen alkotószakkör, és azon mindenféle
munkát szoktunk csinálni, linómetszetet rajzolni, festeni, mindenfélet, és mindenféle pályázaton szoktunk indulni, és most éppen ezen. Most mit választottál erre a pályázatra? Milyen technikát? A linómetszetet. Linómetszetet, és miről készítettél linómetszetet? A református templomról, a Bödögéről. Az Én falum, az Én városom című kiállítás a Városháza aulájában január 4-éig látható. Ezt követően a Megyeházán mutatják be a fiatalok alkotásait. December 3-a a Fogyatékos Emberek Világnapja. Ehhez kapcsolódva sportos rendezvényt szerveztek a Városi Sportcsarnokban, melyen nem csak a megyében élő fogyatékos személyeket gondozó intézmények és lakóik vettek részt, hanem pápai általános és középiskolások is. A cél az integráció erősítése, és a jó hangulat volt a rendezvényen. Sportos rendezvénnyel várták a fogyatékkal élőket és épp társaikat ma a Városi Sportcsarnokban. December 3-a a Fogyatékkal Élők Világnapja, így a szervezők azt a célt tűzték ki, hogy az integráció a diákok közt megvalósuljon, ebben pedig partner is volt a Pápai Tankerületi Központ, mondta el Manik Ferenc, a Veszprém megyei fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek integrált intézményének vezetője. Az a közös, és azt lehet mondani, a közös gondolat született, hogy vonjuk be a városban lévő középiskolákat és a középiskolát tanuló diákokat. Amikor empátiáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a gyakorlati életbe kell ezeket a dolgokat átélni. És ez a rendezvény kiválóan alkalmas arra, hogy ezt a programot megismertessük a gyerekekkel, illetve a gyerekek, akik a városban vannak, azok testközelbe éljék azt át, hogy fogyatékkal élőkkel hogyan lehet együtt egy kellemes napot eltölteni, és ennek a napnak az apropója az, hogy jól érezzük magunkat együtt. A rendezvényen a sport állt a főszerepben. Így december 6-ához közeledve Mikulás futással indult a nap, amelyben a Pápai Atlétikai Klub futói is segítkeztek. A közel 200 résztvevőt dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte. 2006-ban készült el az a nagy határozat, amit aztán magyar állam, a parlament ratifikált, amely ezzel kapcsolatosan tevékenységet határoz meg. Az Európai Unió is adott ilyen feladatot a saját magának és az országainak, az Európai Uniós országoknak, az akadálymentesítésben, az oktatásban, az egészségügyi ellátásban, mindenhol, hogy az esély ugyanaz legyen azoknak is, akiket balesetért vagy fogyatékossággal élnek. A délelőtt folyamán a résztvevők vegyes csapatokat alkottak, és úgy versengtek egymással különböző sorversenyekben. A gyerekekhez ellátogatott a Mikulás is, akik dallal köszönték meg az ajándékot. A sorverseny helyezettjeinek díjait Unger Tamás alpolgármester és Horvátné Somogyi Ildikó, az Éfolyész Veszprém megyei elnöke adta át a rendezvény zárásaként. 14. alkalommal szervezte meg mesenapját a Gyurács Ferenc Evangélikus Általános Iskola. A pénteki mesemondó verseny és a szombati kiállítással egybekötött gálaműsor ezúttal is színes programot jelentett a résztvevőknek és érdeklődőknek egyaránt. Az ünnepi alkalom vendége Háfenser Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke volt. A gyurácos mesenapnak fontos eseménye a mesemondó verseny. Ezúttal is a város majd minden iskolájából és a járásból is érkeztek résztvevők erre a megmérettetésre. Megadott műit nem volt, csupán ajánlott, hisz a téma ezúttal az ételek a mesében volt. Valójában a rajzversenynél kellett erre figyelni. Megadtunk 6 mesét, amelyben ilyenek szerepeltek. Ez egy elég jellegzetes és egyszerű téma, ugyanakkor elég erőteljes. Sokszor érezzük az ételeknek az illatát. Talán legjobban a Kőleves című mese fejezi ki azt a szándékot, hogy miért is választottuk ezt. Az ajánlott mesék közt ott volt még a Kis gömböc és a Kicsi dió című történet is. A mesemondó versenyt az alsó tagozatosok számára hirdették meg. Az elsősöknél a tarcis Szakács Panka, a másodikosoknál a gyurácos Fonnyat Luca, a harmadikosok mezőnyében az ugodi Fűzfa László, a negyedikeseknél pedig a gyurácos Kőszegi Fanni lett az első helyezett. A legügyesebb mesemondót a szombati gálán is hallhatta a közönség, ahol Háfenser Károly mondott köszöntőt. A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke elmondta, hogy az Evangélikus Egyház, bár szórvány egyház, arányszámán felül vállal társadalmi feladatot, így az oktatás területén is.
Az egyház sokszínű oktatási palettájának fontos eleme a pápai intézmény. Pápai iskolánk egy gyöngyszem ebben a nagy oktatási gyűjteményben. Büszkék is vagyunk. Ez az iskola a maga gondolkodásmódjában, maga összetartásában, maga stílusában egy különös értéket képvisel, aminek ma este tanúi is vagyunk, annak, hogy a hit hogyan hordozza a kultúrát, és a kultúra hogyan hordozza a hitet. És ha a kettő összeér, akkor éljük át, hogy milyen gazdag emberek vagyunk, akik tudunk esetleg másokat gazdagítani. A gálán színes műsorral léptek fel a Gyurác iskola diákjai. Adventi naptár és koszorú készült a Vajda Márta általános iskola karácsonyváró rendezvényén. Az intézmény egy pályázaton nyert el 320 ezer forintot adventi programokra, amelynek első alkalmát szombaton tartották. A rendezvénysorozat keretében kézműves foglalkozások, mese délután, süteménysütés várja a gyerekeket, zárásként pedig karácsonyi ünnepséggel lepik meg a tanulók a szülőket, támogatókat. December 1-én a Vajda Márta általános iskolában is elkezdődött a karácsonyi készülődés. A gyerekek vágtak, ragasztottak, hajtogattak, készültek az adventi naptárak az alsó tagozatosok részére. Az év legnagyobb ünnepe a karácsony, azt hiszem ez elsősorban a családok ünnepe. Mi, a intézményünk egy nagyon családias intézmény, és igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy ezt a kis meleg légkört megtartsuk itt az intézményben. Ezért hatalmas lelkesedéssel készülünk minden évben erre az ünnepkörre. Hál' Isten, a kollégáim ugyanolyan lelkesedéssel készülnek, és az ifjú kollégák csatlakoznak ezekhez a kezdeményezésekhez, hogy minél több olyan programot szervezzünk a gyerekeknek, ami ennek az ünnepnek a jegyében egy kis várakozással a lelkeket felmelegíti. Az EON karácsonyi pályázatán nyert az intézmény 320 ezer forintot, amelyből egy 6 alkalmas karácsonyi készülődést valósítanak meg. Úgy gondoltam, hogy sok olyan gyerkőc van nálunk, akik mély szegénységben élnek, és szerettem volna nekik is egy olyan karácsonyi készülődést tervezni, ahol megismerkednek a karácsonyi hagyományokkal, és karácsonyi programokon tudnak részt venni. A szombati első alkalmon a tanárok és diákok együtt készültek, dolgoztak az adventi kalendáriumokon. Ez az első programunk, ahol a gyerekek egy adventi naptárat fognak elkészíteni, egy adventi koszorút és karácsonyi képeslapot. A felső tagozatos gyerekeink készítik el meglepetésként az alsó tagozatos gyerekeknek ezt az adventi naptárat. Minden kis dobozba egy csomag édesség fog kerülni, és egy karácsonyi mese, amelyet minden nap együtt az osztály fog kinyitni. Elosztják az édességet, és elolvassák a mesét. A program keretében mese délután lesz még az intézményben. Érkezik a Mikulás is, majd beiglisütés és mézes kalácskészítés, illetve karácsonyi ünnepségre várják a szülőket, diákokat és a támogatókat. A Bartók Béla alapfokú művészeti iskola tanárai adtak hangversenyt az iskola dísztermében. Az alkalmon szóló és kamaradarabokat is hallhatott a közönség, s klasszikus és könnyű zenei művek is szerepeltek a repertoárban. A hagyományos koncert ezúttal is rendkívül népszerű volt, zsúfolásig megtelt a díszterem. A mai koncert az kettős célt fog szolgálni természetesen. Az első az, hogy gyönyörködtessen mindenkit. Másrészt inspiráció számunkra is, hogy mi tanárok is újra átérezzük, átéljük egy fellépés súlyát, felelősségét, örömét, ne csak mindig a növendékeink izzadjanak itt a pódiumon. Így köszöntötte a vendégeket Illés Csaba és Kemencki Gábor, az iskola két gitártanára. A közönség soraiban ott ültek a növendékek is, akik kíváncsian várták tanáraik fellépését. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a növendékeink, akik hozzánk járnak, ilyenkor valamelyest belelássanak abba is, hogy a tanáruk milyen szinten tud a hangszerén játszani, milyen szinten tud megnyilvánulni. A repertoárban szerepel többek közt Handel, Csajkovszki, Telemann, Mozart egy-egy műve, de voltak kortárs darabok is, többek közt az iskola igazgatójának, Horváth Adriánnak szerzeménye, a TB, melyet Bödei Tamás adott elő klarinéton, zongorán kísérte Németh Vékes Erzsébet. Közepén van egy nagyon szép, szerintem nagyon szép lassú tétel, nekem nagyon tetszik. Jó is egy kicsit felüdülni közbe és pihenni. Darab közben egyébként nagyon virtuóz, darab nagyon nehéz.
Több olyan hely van benne, ahol új fogásokat kellett kitalálnom a klarinéton, hogy játszható legyen. Az est során nem csak klasszikus darabokat hallhatott a közönség, hisz felcsendült többek közt Eric Clapton Sing című dala is. Híreink után nézzük, milyen idő várható holnap. Kedden kezdetben sokfelé, délután pedig egyre inkább az ország keleti felén számíthatunk esőre, szitálásra, miközben nyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet. Észak-nyugaton legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, és feltámad az észak-nyugatira forduló szél. Az eső mellett pára, köd is jellemző lesz, mely napközben az északi tájakon maradhat megtartósan. Hajnalban 0-6, délután 4-13 fokot mérhetünk, észak-keleten lesz a leghidegebb, nyugaton melegebb. Kedves nézőink, ezek voltak ma esti híreink, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!